Szeretettel köszöntöm a megjelent vendégeket, az idei Anna Bálon. Immár sokadik alkalommal rendezzük meg a nyár közepén nemes céllal létrejött rendezvényünket, és nagyon-nagyon örülünk annak, hogy ilyen nagy létszámban eljönnek, és érzik, fontosnak érzik, hogy támogassák munkánkat, az egyesület működését, a nappali ellátásnak a folyamatos és zökkenőmentes mindennapjához hozzájáruljanak. Én nem húznám tovább a szót, megkérném a polgármester úrunkat, hogy nyissa meg a bálat. Hölgyeim és uraim, a kedves vendégek, hallottuk, hogy évek óta esemény, nyári esemény az Anna Bál. Ünnep tulajdonképpen. Mit is ünnepelünk ilyenkor? Hát szerintem elsősorban azt a munkát, amit ti végeztek. Elsősorban azt a munkát ünnepeljük. Aztán ünnepeljük azt, hogy ez a munka ez eredményes, hiszen nap mint nap boldog arcokat lehet látni azok körében, akiknek a nappali ellátását biztosítjátok, akit ellátjátok. Én szintén nem akarok sokáig beszélni, csak szeretném megköszönni nekik azt a munkát, amivel az ellátottakat fogadják, és azt a szeretetet, amivel a munkájukat végzik. Kívánom, hogy még nagyon sokáig legyen erejük, energiájuk, türelmük, kitartásuk ennek a munkának a végzéséhez, és a mai estéhez pedig mindenkinek jó szórakozást kívánok. Ahogy az elmúlt években megszokhattuk, a Fogjunk Össze Közhasznú Egyesület, valamint a Földi Harmónia Ház, így nyár közepén, nyár derek a táján mindig egy rendezvény szervez, ami Mezőberényben most már azt gondolom, hogy fontos eseménynek számít, az Anna Bálat. Hát idén milyen keretek között? Igen, bizony sokadik alkalommal kerül megrendezésre az Anna Bál, itt a Berényszállóba. Mint ahogy látják is a kedves nézők, nagyon készültünk rá, a terítékkel, az asztalok dekorációjával, a vendégvárással. Idén körülbelül 130 vendéget várunk, és nagyon örülünk, hogy ilyen nagy létszámba tudjuk vendégül látni a segíteni akaró embereket. Mert hogy ez egyébként egy jótékonysági vál. Így van, tehát a bevétel az mindig jótékony célra fordítjuk. Különböző célok vannak előttünk mindig. Többek között sikeres pályázaton vagyunk túl, a várépítő pályázat keretein belül. Az intézményünk nagyobb összeget nyert, illetve építőanyagokat, hogy az épületet felújítsuk, és ez jövő tavasszal kerül kivitelezésre. Ehhez szükségünk van nyilván még a saját tőkére. A Fogjunk Össze Közhasznú Egyesület 2004. februárjában alakult, sérült gyermekeket nevelő szülők, fogyatékosságra érzékeny személyek, pedagógusok, gyógypedagógusok összefogásával. Az Egyesület elnöke Miklósik Béláné gyógypedagógus, aki a vezetőség többi tagjával önkéntes jelleggel 15 éve látják el a közösség működéséhez szükséges feladatokat. Kezdeti küldetésünk és legfőbb célunk az volt, hogy felkutassuk és összefogjuk a Mezőberényben és vonzás körzetében élő speciális nevelési igényű gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket. Családtagjaikkal együtt közösséget formáljunk, oldjuk az elszigeteltséget. Jelenleg 32 fő a taglétszámunk, akik közül többen szintén szívügyeknek tekintik a folyamatos segítségnyújtást. Azt tapasztaltuk, hogy a középsúlyos értelmi fogyatékos fiataloknak nem sikerült beilleszkedniük a társadalomba, kirekesztetté váltak, az iskola befejeztével tovább igényelték volna a velük való foglalkozás segítséget. Ezért alapszabályzatunkat hamar kibővítettük azzal a gondolattal, hogy fiataljaink számára nappali intézményt hozzunk létre. Adományokat is kaptunk, sokat segítettek a Városvédő Egyesület, Jean-Marie Benkeny prófnő, civil szervezetek és magánszemélyek is. Feltétlenül ki kell emelnem Földi Pál nevét, aki megszámlálhatatlan napot szentelt arra, hogy minél hamarabb elkészüljön az épület, amit a helyi önkormányzat tartós használatba adott számunkra. 2008. december 1-ével megnyitottuk a fogyatékosok nappali intézményét, a Földi Harmónia Házat, amely Mezőberényben a Luther utca 7 szám alatt található. Az eltelt 15 év alatt rengeteg korszerűsítést végeztünk el az épületen, főleg önerőből. Van új álmennyezet minden teremben, központi fűtést vezettünk be, ablakok cseréje és redőnyökkel való ellátása történt, és bútorokat is vásároltunk. Az elmúlt évben Bémer matracot vettünk, melyet jelenleg gondozottjaink használnak rendszeresen. Tevékenységünk szociális tevékenység, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem,
érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Folyamatosan bővítjük eszközparkunkat is, ami a fejlesztő foglalkozásokhoz, szabadidő eltöltéséhez szükséges. Gondozottjaink enyhe és középsúlyos fokban értelmileg sérült, autista és halmozottan sérült személyek. Jelenleg 25 fő gondozott nappali ellátása folyik, 4 fő szakdolgozó látja el a feladatokat. Egyre több önkéntes is jelentkezik, köztük diákok, hogy nálunk töltsék kötelező önkéntes szolgálatokat. Hát bizony, viszont hát, hogyha egy kicsit úgy magáról a Földi Harmóniaházról beszélünk, ami elválaszthatatlan azért a Fogjunk Össze Közhasznú Egyesülettől, tehát mivel büszkélkedhettek? Én akkor tudom, hogy mindig az ember azért picit számot von, bár igaz, tényleg 7 hónap telt el ebből az évből, de hát mégis. Ebben az évben egy olyan másfél-két hónapja sikerült elindítani az intézményünkbe a Luther utca 7 szám alatt az ortopédiai szakrendelést, ami minden hónap második és negyedik szerdáján van nálunk, és teljesen ingyenes. Ezen kívül említetted, ugye az már a felújításotokat, mert hogy hát az az épület, évről évre mindig valamit hozzátesztek ahhoz az épülethez, de még mindig van vele munka, vagy soha nem is érhet véget? Hát elég sok felújítandó része van neki. Most itt ebben a pályázatból, illetve a befolyt összegből szeretnénk az elejét, vagyis hát nem az utcafrontot, hanem ahol járunk be tulajdonképpen, ott van egy vékonyabb fal, illetve egyes szimpla ablakok, azokat szeretnénk kicserélni, illetve ott a falat egy szigetelt falra. Na most ez ugye, ha úgy nézzük, eddig arról beszéltünk, hogy milyen tárgyi feltételeknek is kell, hogy megfeleljetek, illetve hát milyen tárgyi feltételeket szeretnétek megvalósítani az intézmény keretein belül, viszont azért beszélünk a gondozottakról is, hogy most hány fővel működtök, valamint, hogy hát ezzel kapcsolatban terveztek-e esetleg valamiféle változtatást, illetve milyen eredményeitek vannak ebből a tekintetben? 25 fő ellátottunk van, a működési engedélyünk is 25 főre van megkapva, illetve kikérve. Ami az ellátottakat érinti ebben az évben, hogy hamarosan hozzáfogunk és megcsináljuk a harmadik termünkben a multiszenzoros szobát. Ez egy minden érzékszervre ható szoba lesz, szintén pályázatból tudjuk megfinanszírozni. Ez mit jelent, hogy minden érzékszervre ható? Ez egy ilyen stimuláló eszköz? Igazából ugye a látás, a szaglás, a hallás, tehát az érintés. És akkor ezzel tulajdonképpen gyógyító tevékenységet végeztek, vagy ez hogy kell elképzelni? Ezeknek a típusú embereknek, igen, nagyon fontos, tehát nyugalmat áraszt. Tehát ugye egyszerre hat minden érzékszervre, és ezáltal egy kellemesebb állapotba kerül tulajdonképpen. Megnyugszanak úgy a gyerekek, mint a felnőttek. Kodálkom állom gyába, mennyi kutyú, megkörül, apró, éka-méka, aminek kazakírjön. Mint álmegköp, ekkem, mi borgó, mennyi gyágon, megpíjön, kütőkába, megtehetettem. Mutatjam meg a bétel! Bonc Géza, megtörtént, történt. Reggel arra ébredtem, hogy a szomszédszobában a takarítanő az őrület határát súrralja. A falról az egyik kokorom képe a tenyerébe mászik. A szökes cipőben futó kaland, ekkor fölé lojol anyám, és fülembe súgja, ha éhes vagy, menjél a konyhába, nyisd ki a hűtőszekrényt, vigyázz, mert a tetején fekete lábasabban letakarva apád. Ajtócsapodás, és tudom anyám kirándulni ment a hegyek közé az anyagi forráshoz. El is indulok. A lépcsőházban lövök rá arra, hogy vannak még korlátok. Jó reggelt! Köszönöm a házmester, és udvariasan megemeli a feleségét. Sétálok. Egy rég nem látott barátommal akadok össze, alig tudom zakó gombját kiszedni pulöveréből. Elmondja, hogy van egy gyönyörű felesége, szép lakása, és egy Dunáról néző vízfejű gyereke. Hát, még integetünk egymásnak, amikor őt elnyeri a tömeg. Én is éhes vagyok.
Az étteremben bemegyek, leülök, rám dől a fogas, és elnyom az álom. Arra ébredek, hogy megjött az eszem. Eszem töltött káposztát. Lassan fizetek, hazai érek. Hosszasan a tükerjeli állok, és rájövök arra, hogy ilyet még én sem láttam. Majd később gondolkodom, kinézek az ablakon, látom, hogy odakűn hull a hó, de inkább a hó hulljon, mint a legjobbjaink. Köszönöm. Picit érjünk vissza a bárra, ugyebár, ahogy említettük, sokadik alkalommal kerül megrendezésre, és mindig készültük valamiféle műsorról, amellett, hogy persze jól érezhetik itt magukat az emberek, találkoznak egymással és jótékonykodhatnak. Hát idén mivel? Az idei bálon szintén lesz tőlünk fellépő, tehát az intézményünk ellátottai közül. A Fábián Ági fog egy verset mondani, illetve a Balázs Geri ad elő egy kis produkciót, illetve a Malon Fitnessből jönnek a lányok, és ők fognak egy rövidebb bemutatót tartani itt a vendégeknek. És gondolom, hogy utána a vacsora, meg az eszemiszom dínondán. Így van. Hát érezzétek jól magatokat, és hát akkor gratulálok a sokadik alkalommal megrendezett Anna bálatokhoz. Reméljük, hogy jó idő lesz itt bent, nagyon meleg van, izzadunk. Igen, nagyon szépen köszönöm. Pa' ver quién está en mi cama. Yo no tengo tiempo pa' tu drama. A mí no me llame a las 5 de la mañana, porque de seguro ando de rumba con mi hermana. Tú quieres llamarme solo cuando tienes ganas. Yo quiero bailar esta noche, voy a disfrutar sin reproches. Te pones celoso si me ves con otro. Hago lo que quiero, yo solo me la gozo. Te pones celoso si bailo con otro. Yo no soy de ellos, ni tú ya tampoco. Sé que me celas y yo te veo, y tú me miras, yo me meneo. Te pones celoso si bailo con otro. Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo. Le hago rum, po, pum, po, 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 po. Necesito que me paguen mil los tragos. Eres intenso, estás haciendo demasiado. Tienes dinero, pero yo también trabajo. Yo no pregunto si lo quiero, yo lo hago. Yo sé que tú quieres probar mi piel. No soy de esas, lo sabes bien. Ya te lo dije más de una vez, que no voy a caer. Te pones celoso si me ves con otro. Hago lo que quiero, yo solo me la gozo. Te pones celoso si bailo con otro. Yo no soy de ellos, ni tuya tampoco. Sé que me celas si yo te veo, y tú me miras, yo me meneo. Te pones celoso si bailo con otro. Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo. Págame los tragos, siendo demasiado. Te pones celoso si me ves con otro. Hago lo que quiero, yo solo me la gozo. Te pones celoso si bailo con otro. Yo no soy de ellos, ni tuya tampoco. Sé que me celas si yo te veo, y tú me miras, yo me meneo. Te pones celoso si bailo con otro. Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo. Le hago cama. Yo no tengo tiempo pa' tu drama. A mí no me llame a las 5 de la mañana.